It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Start is when you shine, you know how I feel. Jó reggelt, Vietnám! Jó reggelt, sziasztok! Itt van utolsó vasárnap. Megyek lenyomni a kardiót, megint tépcsőzök, most már ma is, holnap biztos, és délután pedig jövök edzeni. Tartok velem, és találkozunk a következő jelenetben. Perc lépcsőzés és 15 perc levezető tekerés. De tudva, most már arra leszek kíváncsi a délutáni edzésem, hogy fog menni. Egy full body workout lesz az ma is, holnap is, meg holnap után is. Most pedig megyek összedobni a reggelim és a kávét. Úgy gondoltam, hogy most így a diéta vége fele is, vagyis ennek a júliusi challenge vége fele is csinálok még egy mit eszem egy nap videót, mivel most ugye szénhidrátot ingáztatok, és egy kicsit úgymond őrültebb módon, mint ahogy normálisan tenném. Tehát most a magas szénhidrátos napom az olyan volt, hogy 75 g szénhidrátot ettem, közepes volt a tegnapi és tegnap előtti az nap 50 g szénhidrátot, és a mai meg a holnapi az alacsony, zéró szénhidrát nap, zérónak teljesen nem mondanám. Ugye ilyenkor a lényeg az, hogy azért ez a 25-30 gram alatt legyünk, vagy ha a zöldségeket is beleszámoljuk, akkor még úgyis 50 gram alatt. Nekem ma a zöldségeken kívül, ami egyedül a szénhidrát forrásom lesz, az a délutáni túrós kajámhoz egy fél banán, illetve most ehhez a palacsintához, amit összedobok, lesz nagyon kevés kis ribizli és két darab kis friss szilva. És amúgy bármilyen durva is, most az egyik legjobban, amiket kívánok, azok a gyümölcsök. Nemrég jártam itt a Fehérvár úti vásárcsarnokba, és tele vannak friss zöldségekkel, és komolyan jobban kívánom azt, mint egy pizzát, mint egy hamburgert, vagy bármi ilyesmit, úgyhogy majd szerdán az biztos, hogy veszek egy rakat gyümölcsöt, friss gyümölcsöt, barackot, szilvát, meg még mit tudom én most pontosan miket láttam ott, és azokat szépen betudom egy jó nagy palacsintát, szerintem összerakok, vagy egy zabost, vagy az amerikai palacsintát, amit vettem a Lidlbe. Na, de térjünk vissza a témára, ami most lesz a reggelim, az egy adag fehérjepor, egy egész tojás és egy tojásnak a fehérjéje, összekeverve, kis vízzel még felhígítva, raktam bele fahéjat, kis sütőport, nagyon kicsi sót a sütőporhoz, és azt fogom most megsütni, és a végén kis kókusszal megszórni, meg cukormentes Golden Farm sziruppal, úgyhogy majd mutatom a végeredményt. Neki is állok elkészíteni a nap második kajáját, ez már páratoknak ismerős lehet, aki nézi az előző videóimat. Most a diétának itt a második felében ez 200 g nyers csirkemellnek megfelelő, már előre megsütött csirkemell, illetve zöldség saláta, alávágok egy hagymát, és azon kicsit felmelegítem tepsiben a csirkemellet. Aztán utána pedig összekeverem a salátával, és ennyire egyszerű, egy jó kis fehérjedús étel, aminek így ezáltal nagy lesz a mennyisége, és kicsit hosszabb távon eltelít, úgyhogy ennyi zöldséggel eszem meg, aminek a kalóriatartalma viszonylag minimális, 100 g előre csomagolt salátával fogom betolni, ez 30 kalória, van amelyikben csak 25 van, a hagymát azt egyáltalán soha nem is szoktam számolni, de mint már mondtam korábban, igazából a paradicsomot meg a zuborkát sem számolom,
hogy ezt visz egy ekkora darab uborkát, rakok bele, és egy darab paradicsomot. Nagyon akarjátok számolni, ez mondjuk még egy 50 kalória, és akkor azt mondom, hogy a nap végére nem 1900 vagy 1800 kalóriát fogyasztottam, hanem 2050-et vagy 2100-at, de amint már korábban is említettem, a lényeg és legfontosabb dolog az a konzisztencia, tehát ugye amikor csökkentitek a kalóriáitokat, tehát nekem is pár napja, vagy mondjuk pár hete volt 2200, az a mostani 1900-hoz képest volt 2200, és úgy csökkentettem idáig, hogy ezt a 300 kalóriát elvettem ugye zabból, vagy esetleg más szénhidrát forrásból, és a zöldségek folyamatosan maradtak, tehát ez nem befolyásolja ezt a számot, de a kalóriabevitel mennyisége az viszont csökkent. Na, de ezt hamar itt összedobom, és mutatom majd a végeredményt, illetve képernyőre kiírom a kalóriákat, jó étvágyat, és harmadik kajánál fogunk majd találkozni egy kis bejelentkezéssel. Tartsatok velem! Ja, igen, és azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem azért félmeztelenkedek, hogy mutogassam magamat, hanem egyszerűen nyár van, baromi meleg van, és így kényelmes ülni itt a koliba. Remélem ezt el tudjátok fogadni. Ha valakit nagyon zavar, akkor írjátok meg kommentbe, és talán felveszek egy pulcsit, de ki tudja, nem biztos, vagyis pólót. Valamint még egy kis magyaróvajat fog betolni, egy 25-30 grammot. Tegnap, meg tegnap előtt is volt alapvetően 20 gramm. A napi bevitelembe azt a palacsintára raktam, de ott elveszik az íze most így igazából, úgyhogy megeszem, különben szopogatom, az úgy finomabb. És a mozzarellám is elfogyott, amit a darált húsos kajámmal ettem, úgyhogy abból a zsírt is peanut butterrel, jó kis magyaróvajjal fogom pótolni. Még szerencsé, a gyerekkoromban nem kóstoltam, meg otthon nem vettünk, vagy talán nem is volt kapható magyaróvaj, mert egyszerűen felzabáltam volna az egészet, egy nap alatt elpusztottam volna egy üveggel. Ja, nehéz megállni, eléggé durva cucc, nagyon rászoktam és nagyon szeretem, de azért általában így a 15-20 grammot eszem meg naponta szinten tartás közben is. Jut eszembe még egy jó kis tipp, ilyenkor, amikor ennyire lassan a kalóriabevitelem, akkor ajánlom, hogy minél apróbbra felvágjátok a kaját. Most az alapból felkockázott csirke mellett, ami meg lett már sütve, vágom fel még kisebb darabokra, illetve az uborkát meg a paradicsomot is kis darabokra felszoktam vágni, így több ideig tart megenni úgymond a kaját, esetleg még kis villát is használok hozzá, vagy a olyan kajahoz kis kanalat, úgyhogy így azt az érzést kelti bennem, minthogyha sokat ennék, de igazából csak az van, hogy sok kis falást fogyasztok, és ezáltal legalább azt az élvezetet nyújtja, mint hogyha rendesen többet ennék. Nos, itt is vagyunk, kaja numeros stress jelleggel, pedig most bedom a zöldséges, darált húsos, darált pulyka melles kajámat. Ez pedig úgy készül, hogy egy ilyen tálba beledobom a fagyasztott zöldséget. Ez jelenleg 400 gramm fagyasztott zöldséget jelent, és kicsi meleg vízzel átmosom, utána pedig megmikrózom, 6 percre szoktam általában, és nem mielőtt bárki írná, mondaná, mikrózva nem szarabb, sőt igazából, ha utána néztek, akkor így több vitamint, meg nutrienst meg is tart magába az étel, mint hogyha sütnénk, vagy főznénk, vagy párolnánk. Ugye sokan egyébként amúgy is hajlamosok arra, hogy túl párolják, túl főzik a zöldséget, amikor aztán tényleg abszolút mindenki fő belőle. Tehát leves az ilyen formában azért jó, mert legalább a lébe benne marad, de így mikrózva tartja meg a legtöbbet. Úgyhogy most azt fogom megcsinálni, ugye a tálba szépen lenullázom a mérleget. Amit most használok, az egy sima ilyen vegyes brokkoli, répa és karfiol, akkor zöldbab,
és ez a Chinese mix, ez nagyjából paprika, hagyma, meg ilyen kínai gomba keverék, ebből tolok 100 g-ot, a másik kettőből pedig 150 g-ot, és ezeket a fogyasztott zöldségeket beleszámolom a napi kalóriáimba, de ez is igazából összesen kevesebb, mint 100 kalória. Így ügyesen ebből a babból beletoljuk az egészet, mert itt nem is biztos, hogy van még összesen 150, de csak 130 volt már, és akkor kipótoljuk 400-ig ezzel a másikkal. Oké, szóval ez lesz most a kaja, megmikrózom, azt még nem várunk addig 6 percet, utána pedig mutatom a végeredményt és kiírom a képernyőre a makrókat. Találkozunk a következő kajánál. Hello, 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 sziasztok! Na, séfelőd újra jelentkezik, itt is vagyok a vacsinál. Gyorsan mondom, hogy mi lesz a kaja. Itt vagyok a vacsoránál, befejeztem az edzésem, ami baromi jól sikerült. Közben elkezdem előkészíteni itt a dolgokat. Mindjárt mondom azt is, hogy mi lesz a kaja. Szóval, ja, nem tudom, hogy most nagyon jól ment az edzés, valamiért motivációm is eléggé megugrott, hogy elkezdtem edzeni. Lehet simán azért, mert hogy látom, hogy most már nagyon közel a végcél, és így is, hogy alacsony az energia szintem, kicsit meg tudtam pusolni magam. Ugye egész jól mentek a mellgyakorlatok is, meg jó kis pumpot is el tudtam érni. Lehet, hogy egy-két képet beszúrok, amiket edzés végén készítettem. De ja, annak ellenére, hogy alacsony szénhidráton vagyok, ez most meglepően jól ment. A kaja pedig így be van keverve, az előbb tusolás után bekevertem 125 g zsírszegény túrót, 150 g úgy szintén zsírszegény laktózmentes jaurttal és egy adag fehérjével, valamint van benne még egy egész tojás, és amit mondtam reggel is már egy fél banán. Ez a dominánsabb szénhidrát forrásom a nap folyamán, így edzés utánra nem is olyan rossz, hogy kis glikogén raktárakat visszatöltsem, de ez most még olyan nagyon sokat igazából nem jelent az a mennyiség. Úgyhogy ezt fogom bedobni a mikróba, először 2 percre, majd további 4 vagy 5 percre, meglátjuk, hogy elérje a megfelelő állagot. Ja, meg van benne egy kis sütőpor, só, meg stevia alapú édesítő, és amit itt még közben elkezdek csinálni, az pedig a tipikus rántotta, 100 g ez is alacsony zsírtartalmú sonkából. Ez egy egész jó minőségű sonka, mivel a hústartalma az magas szerencsére, 94%-os, és 3 g zsír van benne, tehát 3% a zsírtartalma, a 100 g saláta, egy paradicsom, kis uborka, lesz benne még 60 g tofu, és hagymát vágok még alá, valamint egy egész tojás és 2 tojásnak a fehérjéje. Most így jönnek ki a makróim tök pöpecül. Úgyhogy lássunk is neki, ezt a kaját összedobom, és már itt van fél éjfél, úgyhogy megint egy kicsit késői fekvés lesz, viszont holnap reggel nem kell beérjek 8-ra, 8:30-ra edzést tartani, délután tartom meg azt az edzést, úgyhogy valószínűleg holnap is körülbelül 8 körül nyomom le a reggeli kardiómat, úgyhogy majd valószínűleg, mivel megint későn eszek a reggeli mérlegelésnél, a súlyom az kicsit magasabb lesz, és így délben lesz az, amikor ideálisat mutat. A lényeg az, hogy a holnapi napomat osszam be jól, és akkor kedd reggel majd a tanításmérés az mutasson egy reális képet a terzsír százalékomnál. Ja, jelentkezek nem sokára, amikor kész a kaja. A korábbit elfelejtettem felvenni, csak képet fogok berakni róla,
még a délután, amit csináltam ebédre, de azt már láthattátok meg annak a makróit is, meg mindent, ezeknek a kajáknak is ki fogom majd rakni a makróit. Lássunk az elkészítési folyamatról egy timelapse-et. 3, 2, 1. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Da 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 da. Nos, a kaja elkészült, itt van a két cuccos. Hát, aki nem tud így diétázni, hogy akkora, mint a fejem, tál salátát eszik, és az egész egy ilyen, nem tudom, 350 kalóriás tétel. Ha tofut nem raknám bele, akkor még kevesebb lenne, és mennyiségre egy-két tojásfehérjével még simán lehet bővíteni, ami minimális kalória, és csak fehérjét ad hozzá. Valamint szeretek estére meghagyni valamilyen nasiszerű dolgot, mivel elég édes szájú vagyok, ezért szükségem van valami ilyesmire, és ezek tök jó megoldások, így fehérjepórral. Itt van, nem tudom, egy 600 kalóriás vacsora, vagy a körüli, ez teljesen eltelít. Jobb azért szerencsésebb kicsit korábban megenni, hogyha le tud az ember menni korábban edzeni, mivel ugye a napjaimat próbálom most úgy rendezni, hogy tényleg korán kelek, de most ugye a hétvégén azért a mai nap is kicsit tovább aludtam, mint terveztem, tök mindegy, igazából szerintem most így a vége fele ez belefér, meg így se 12-ig aludtam, annyit jelent, hogy 9-kor keltem, és akkor mentem le kardiózni, úgyhogy így kitolódott most a vacsorám is, ez van. De azt már mondtam korábban is, hogy a hét után ne együnk, az amúgy is egy bullshit dolog, szóval én emiatt nem vagyok egyáltalán elkeseredve, csak annyi, hogy ez most a reggeli mérlegelésemet fogja egy kicsit befolyásolni, meg kicsit később fekszek le. Ehhez én még egy kis almaecetet fogok rakni, ami egy tök jó drog napközben és az elmúlt napokban, meg amikor így úgymond őrültebben diétázok, akkor almaecetet szoktam enni a főkajálásaim után, mondjuk egy ilyen fél egy evőkanálnyit minden kajálás után, mivel segíti a zsírvesztés, főleg azért, mert elnyomja az étvágyat. Fogyok órában azért tudja segíteni az embert, hogy kevesebbet egyen. Le is zárnám itt ezt a videót, köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy ismét tudtam pár kajás tippet, tanácsot adni, betekintést nyerhetetek abba, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen 1900 kalória körüli napom, így a diéta végére. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna, dobjatok egy lájkot, és találkozunk a következő részben, ami már-már nagyon közel lesz a véghez. Még nem az utolsó rész lesz szerintem, de ha tévedek, akkor ne kövezzetek meg. Na, sziasztok! Edzetek okosan, és kajáljatok okosan. Pacsi! It's a new life for me, and I'm feeling good.